Önnek van egy szöldője? Van. Hol? Az önterre hát meg itt a legutolsó. Ne hát maga járt ott. Igen, hát ott, amikor volt az avató, nem? Így van. Igen, igen, igen. Na jó, borom. Most is mehetünk. Ne, lehet, hogy szaván fogom. És jöjjön ki, nem, kicsit sétáljunk ki. Jöjjön ki, sétáljunk ki. Nem örököltem, én úgy vettem. Tényleg? Akkor nem úgy van, mint én, hogy vásároltam. Igen. De most is igen. Lajos, Benyanszky Lajos volt polgármester, megyei tanácsos kollégám, és számomra itt a szakma valahogy kezdődik, amit Benyanszky úr megmutat, mert neki már csak az is tudom gyakorlatból, hogy neki akkor is van, akkor is születen, amikor én például nem. És hogy látott ezt az egész Jézus kiállt, hogy az egész dűlős rendszernek az ügyét? Tehát egy nagyon nehéz megművelni, szőlőnek is, gyümölcsnek is. Uh-huh. Mert aprók a parcellák, árkok, utak válasszák el egymástól a parcellákat. Egyik kisebb, mint a másik. Nem is tudom, a legnagyobb mennyi. Erzsika azt meg tudja mondani. Mennyi? 10 ára a legnagyobb. Na. Az 1000 négyzetméter. Na tehát... Borzasztó, hogy mondjam. Jó, nagy elcsúszta. Gyere ide beközött. Hát rengeteg kézi munkát igénylő szöllős lehet ide csinálni. És vagy másik megoldás, aztán teraszosítani az egészet. Tehát effektív, hogyha lenne egy olyan szakmai elképzelés, koncepció, végül is a hegyközségről a két szót mondaná, hogy azért az utolsó, nem? Kukülőmenti borvidék, vagy hogy van? Persze, itt van vége a nemes szőlőnek. Aha. Fennebb, Betfalvától kezdve fölfele nincs. Van egy-két gazda itt-ott-amott, aki még próbálkozik. Ismerek is vagy kettőt közülük, de azok csak próbálkozások. Tehát itt vége van a nemes szőlőnek. És a ez is volt. Itt fénykorában is volt. Hogy volt itt a szőlő? A fénykorában hogy volt? Legnagyobb szőlőse, Erzsike, éknek volt, nem tudom mennyi volt a meg 6 hektár. 6 hektár? Hú, az a mennyi bor lett? Nem tudom, én már csak az össze esett 800 vedres hordunk ott már. Ja, akkor a... Már a kollektivizálást érte meg. Persze. Ugye kollektivizálták, a kollektív művelte, volt egy szöllős brigád. Akkor csak a szőlővel foglalkoztunk. Itt már kezdődnek az szőlősök, nem? Még nem. Még nem? Még. Na, akkor volt egy brigád, osztottak bort a kollektívbe. Tehát munkanap után osztották a bort. De nem sokat. Volt préssel, azért kint préselték, most túl vitték be. Na, és be. Akkor ez az a kapu, aminek volt egy kulcsa. Születkorát kellett, azt még szinte meg is értem én. Igen. Az első néhány születen még. Igen, még fungált. Igen. Volt egy szőlő csősz, vagy hogy hívták azt? Pásztor. Pásztor. Na, aztán itt kezdődik a tudomány. De hogy ez ki jött ide, fel nem tudom. Mit? Bátor. Ez a völgy, ezt tudod, ki az a kocsia. Dávid, te hogy látod? A... Most egy kicsit itt sok a bokor. Hát sok a bokor, de... Láttam még én ilyent. Az én családomnak is az örökségében. De akarod pénz, fizikai erő kérdése. Rendbe lehet rakni. Azon túl a takarításon, túl a teraszosítással. Szerintem óvatosan kell, mert ugye ami járt útat a jártani, ne hagyjuk, hogy egy agyagos, tehát nagyon vékony a termőréteg, és palás az oldal alól, lecsúszhatnak a dolgok, de nem lehetetlen. Mindenképp olyan növényzetet meg kell biztos tartani, ezt majd szakemberek meg tudják mondani, ami fogja az oldalt, de nagyon sok fölösleges növényzet van, ami nem hasznos. A tiéd arra felé van? Jó, ez egy más szőlőskert. Az egy másik. Jó. Ezt nem tudom, hogy itt kinyitotta az utat.
De ez honnan jön az út? Erre kíváncsi vagyok, nem, mert ez jaj. Az én területem. Na, hát akkor vannak újdonságok. Így igaz. Hogy látja a szőlősnek ezt a felit? A szőlő, kérem szépen, az egy nehéz munka. És pláne, ahogy szokták mondani, a parasztembőrnek 50% így, 50% ott fenné. Na. Ilyen rossz év nem volt, én mióta emlékszik. Hát nekem is itt a szőlősben mondták, hogy a múlt hétvégén a szüret megvolt. Nálam éppen nem volt meg egészen, de a király leánkának 50%-a elment. Na, hát de itt ugye az a jellegzetes itt a Keresztúr térségében, hogy általában mindenki vegyesen termel, tehát többfélét, pont azért, hogy így van. Egyik, hogyha nekem nem jön össze. Nekem 16 fajta van. És mind nemes. Nem, abból van három solymosi nova, azért mert solymosi vagyok, nem szegyőlöm. És van Mihályfi. De azt összeszedi, vagy külön? Azt a Mihályfit külön teszem, de abból olyan ból lesz, abból megízik, így valaki egy fejlített, még a saját feleségét is megkívánja. Jaha. Most... Hogyha most a minket néz az asszony? És az autót tartasz, külön szedem, én az utóbbi években feléből pálinkát főzök, most főztem, igen. Vagy 60 litert. Igen, igen. Szülő pálinkát. Na, de itt vannak azért szépen karbantartott szőlősök vannak. Is. Minden rendben van, itt Erzsika néni vagy? Nem. Jó napot. Na, de önnek most mennyi szőlőse van? Másfél hektár. És mi annak a sorsa? Út. Így marad egy darabig. Egy darabig így marad, de hát aztán majd lesz valami jó megoldás is. Igen, föl az utánat. És hát itt nagyjából a szőlősök itt a hegy oldalban. Általában mennyi? 2-3 árasok? Többsége? Hát azt mondja, hogy 10 ára a legnagyobb parcella. Téd mekkora? Az enyém is, is 10 ár. 10 áras. De az enyém nem itt van. Aha. És... volt, mert én elak. Igen, igen, igen. Erre emlékszek erre. Úgyhogy és itt akkor mindenhol ilyen szép lugasok voltak, meg igen. Jól lehetett járni, minden. Na hát, nagyjából ez lenne az elképzelés. Egy ilyen szép... Látod itt belül is, már csak itt főjegy van négy gazda, a belső sor teljesen ott van hagy. Na. Úgyhogy itt van, összességében mennyi lehet itt ezek a dűlők, hány hektár összességében az egész? Isten az egész áldja. Így hány hektár? Jó napot! Isten áldja! Nesperes úr, főjegyző úr! Nézelődünk! Igen. Köbben hány lehet összesen, hány hektár? Hát, mit mondjak, itt van 10, van a 30 hektár. Tehát a téma az lenne, hogy van ez a 30 hektár szőlő, aminek körülbelül most már több mint fele, ugye, fel van hagyva. Több mint fele, fel van. Tehát legalább van 15 hektár szőlős, és az ötlet az lenne, Lajos, hogy egy valamilyen szintű szövetkezetet próbáljunk meg összehozni ezekkel az emberekkel, próbáljuk meg a megyei tanács vidékfejlesztési ádia. Ha ne talán a város a költségvetéséből akar, ha nem, én nem erőltetem be, nehogy megint meghalljam, hogy piszkos munkát akarok bízni a városvezetésre. De ott van a Székelyföldi Gazdaszéleteknek az egyesülete. Ott van a magyar kormánynak a támogatásai. Hargita megyének 13 magyarországi megyével van testvértelepülési, testvérmegyei kapcsolata. Mindenhol ugye Magyarországon azért a borászat működik. Tehát csak van egy lehetőség. Itt van az EIK iskola, ugye annak most fedik a tetejét újra. De itt van a két elméleti gimnázium is. A Berde és az OBG. És valamilyen szempontból itt van ugye Petőfi körtefája, a múzeum. Tehát olyan értékek vannak itten Keresztúr térségében, amelyeknek a turisztikai látnivalók, desztinációk, és ezek vissza lehetne fejleszteni a Jézus kiáltó hegy és itt az egész szőlősnek a történetét. Úgyhogy azt szeretnénk mi, hogy egy hét múlva találkozzunk, egy hét múlva beszélgessünk, addig próbáljuk a dokumentumokat is előkészíteni, hogy az, aki úgy érzi, hogy nem akarja, hogy úgy maradjon a szőlőse, hogy veszi fel a gyom és a bokor, akkor keressünk egy társulási formát, ami a tulajdona megmarad, mert mindenkinek a tulajdona szent és sérthetetlen, ellenben keressünk közös megoldásokat, keressünk olyan jó példákat, illetve olyan támogatókat, hogy tudjunk egyről a kettőre lépni. Hogy látod te, Dávid, zárszóként, hogy itt sok biztatást nem kaptunk, mert mindenki kicsit belé van keseredve, de hát igen, neki fogjunk-e?
szerintem fogjunk neki. Saját tapasztalatból mondom, hogy az ember, amikor olyant hall, hogy jönnek fiatalok és rendet akarnak tartani és a jövőbe tekinteni, akkor pozitívan állnak hozzá az emberek, és hogyha így fogunk neki, megoldható. Valóban nincsen gazdaságilag egyelőre nem kecsegtető a dolog, de hogyha abban gondolkozunk, hogy gasztronómia évét hirdettük meg, tehát hogyha ételt adunk az ide látogató embereknek, italt is kell adnunk. A pálinka az alakulóban van, ugye az Ákovita szépen, és egyéb helyi vállalkozások is elég komolyan fejlesztenek a témában, és a bor is, tehát én gondolom, hogy ide jön egy nyugati valaki, ő nem akar itt egy francia bort inni. Nekem ez a véleményem. Én most voltam a hétvégén, ha egy pohárral is, de megkóstolna keresztül. Voltam a hétvégén a tiltott fesztiválon, és rengeteg fiatal fröccset ivott. A csikisőrni. Csikisőrni. Azt mondta, ő boros. Tehát, hogy a fröccs kezd teret hódítani, úgyhogy van rá esély. De vannak ilyen trendek folyamatosan, tehát a töményi tolban is ugye viszki elment, rumok, meg ilyesmi, konyakok fel vannak jöve, de hogyha valahol egyszer neki fogunk, van szerintem jövője a dolognak, turisztikailag is, meg utólag, amikor bekapcsolódik a téma a turizmusba, akkor már gazdasági vonzata is tud lenni. Tehát, hogyha most gondoljunk bele, hogyha bemegyünk a városba, bármilyen étterembe, nem tudunk egy helyi italt kérni. Jelenleg se pálinkát, se bort. Ez, hogyha csak Magyarországra menjünk, tehát Gyulára, bárhova kimész, teljesen fordított a helyzet. Jó, hát akkor én az lenne a kérésem, hogy hívjunk mindenkit, hogy az elkövetkező héten mindenki gondolkozzon, és jövő héten, kedden találkozzunk, beszélgessünk, addig még mi is beszélgetünk szakemberekkel, a jogi formák, még mi hogy lehet. Tudom, hogy a társulás szó, főleg akiknek itt most tulajdonuk van, a csúnya vagy negatív, pejoratív értelme lehet a TS időszakból, de azunk már magunk mögött tudjuk. Úgyhogy arra kérek mindenkit, akinek van ismerőse keresztúron és van szüllőse, valahol járt születre. Egyhogy szeretnénk előszedni az összes fotót. Szeretnénk minden szüllős gazdával készíteni egy ilyen életpálya interjút, hogy mint volt, stb. Tehát, hogy a szokások, a rend, minden itt hogy volt a Jézus kiáltón, ezt kár lenne kihagyjuk, úgyhogy kérem szépen jelezzenek, és egy hét múlva találkozzunk valahol itt keresztúron ebben a témakörben.